Aki kíváncsi egy rövid megnyitóra és az azt követő zenés mulatságra, arra kérek mindenkit, hogy gyülekezzen ide előre. Most már látok, csak a Barabás Csabi gyűjt el. Na, az is valami. Kapitány úr, kezdünk? Adjon az Isten mindenkinek szép jó estét, azoknak, akik itt vannak, és minden magyarnak a soproni tűztoronytól a brassói fekete templomig. Barátok, testvérek, 3 év kihagyás után újra magyarok országos gyűlése. Holnap reméljük, ezrek és ezrek fogják élvezni, tartalmasan eltölteni holnap-holnap utáni napot, és hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ezzel nem fejeződik be a mogy, hanem a hétköznapokban folytatódni fog mindaz a tartalom gondolat, ami itt a 2 napban megfogalmazódik. Most egy szűk körben vagyunk, nagy tisztelettel megkérem Lukics Ferencet, az egyik főszervezőt, hogy így egy ilyen belső körben nyissa meg a tábort. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is azt szeretném elmondani, hogy nem vagyunk hozzászokva a megnyitókhoz, hiszen az igazi megnyitója ennek a rendezvénynek az az volt, amikor Giszinger Karcsi bácsi az első kötegvezetéket elkezdte arrébb pakolni a raktárból. Úgyhogy tapsoljuk meg Karcsi bácsit, hogy megtartotta a megnyitót már szombaton. És akkor csak néhány gondolat itt az elején. Én nagyon örülök, hogy eljöttetek. Olyan mennyiségű barátomat láttam itt újból, hogy ezért érdemes volt végig dolgozni az elmúlt hónapokat. Nagyon hiányoztatok. És úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy ezek a igazi jó barátságok, azok sokkal szorosabban megmaradjanak az elkövetkező időszakban. És a reményeim szerint a előttünk lévő hónapok, az ott előttünk lévő évek, nekünk és gyermekeinknek is egy biztos találkozás lesz, egy rendszeres találkozás lesz, ahol épülni tudunk egymás szeretetéből. A felvezetőkben, amelyeket nemrégiben készítettem, megpróbáltam elmagyarázni mindenkinek, hogy azok voltak a régi szép idők, amikor megengedhettük magunknak, hogy megvessük egymást, gyűlöljük egymást, ellenünk szóljunk a másiknak, mert megtehetünk, ilyen nagy úrok voltunk. Most más idők fognak jönni. Ezeket már nem fogjuk megengedni magunknak. Legalábbis akkor, hogyha egy csöpmi felelősséget érzünk a gyermekeink sorsa iránt. Én arra kérlek benneteket, hogy ami erről a mogy is most szól, nem szól óriási, hatalmas, nagy dolgokról, arról szól, hogy végtelenül elgyengültek a magyar közösségek az elmúlt években, köszönhetően egy lassú csodavárásnak, köszönhetően egy járványnak, köszönhetően egy kiteljesedő háborúnak. Megtizedelődtek a magyar közösségek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberek újból a másik emberben, a másik mellettük lévő magyar emberben társat találjon. Hogy értse meg a saját személyes fejlődése, a személyiségének a kibontakozása a Teremtő Isten által ideküldött másik ember nélkül, a felesége, a gyermekei, a szülei, a testvérei, a rokonai és barátai nélkül nem tud eljutni arra a szintre, hogy megértse, mit is keresünk itt a Földön. Nem is húzom túlságosan a szót, úgyhogy ismerős szavakat próbálok újból elmondani nektek. Magyar emberek, ne felejtsétek, valamikor itt, ezen a Földön magyar emberek éltek. Értetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket és könnyüket hulajtották azért, hogy nektek otthonotok, hazátok és jövőtök legyen. Magyar emberek, a kutya mindenit.
Ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak. Reméljük, amikor eljön majd a pillanat, és nekünk is csengetik majd az utolsót, a túloldalról így köszöntenek majd. Hé, te lélek, én megismerlek téged. Te magyar ember vagy. Vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthon s hazát. Jerközénk. Magyar emberek, a kutya mindenit. Ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. És ha nem felejtitek el őket, és megcselekszitek itt a jelenben azt, amiért a Teremtő Isten ide küldött benneteket, akkor láthatjátok, hogy a gyermekeitek milyen szép Magyarországot fognak építeni. Tényleg nagyon nehéz megszólalni ezek után. Ha megengeditek, annyit mondanék, amit Lokics Ferenc elmondott. Más szavakkal elmondom nektek azt, hogy mi hogy éljük meg ezt, és hogy gondoljuk ott a hegyeken túl, Székelyországban. Itt élsz a fájdalmak világnyi közepén, tenyérnyi országban bujdokló kislegény. Bujdokló kislegény táguló tereken, szűköl bánatában a szűkített végtelen. Hétmérföldes álmok, babszemébredések, nyújtóznál a takarók faltól falig érnek. Hegyeid, erdőid rablók riogatják, partalan vizeid mérgezik, mocskolják, szavaid értetlen, rád hullanak vissza. Tátos paripádnak elkóborolt anyja. Körbejársz, körbejársz, reggeltől napestig, kolomb szól, harang zúg, lelkedet menesztik. Kiáltó szavat hiába, tüzet raksz az égre. Térben és időben nézel messzeségbe. Jaj, anyám! Jó anyám! Mire tanítottál? Ringató karodba milyen dal dúdoltál? Nem hallom a dalod, nem látom az Istent. Kicsi Magyarország, rád adom az ingem. Öltöztetlek téged pirosba, fehérbe, egy nyelvet beszélünk a Kárpát-medencébe. Egy szív, egy lélek, az Isten itt magyar. Lelkürtjét hallom a fenyvesek alatt. Idegen zászlók, hódító népek, menjetek el innen, nagyon szépen kérlek. Hagyjátok meg nekem, mit az Isten adott. Az anyámtól tanult ringató dallamot. Mert az én lábam nem jár idegen táncra. Vendégségbe jöhetsz szép magyar hazámba. S te, aki a földre embernek születtél, viseld becsülettel a magyarok keresztjét. Ne váltsd lelked rongyos, talmi euróra, nekünk e föld a minden, és nem Európa. Játszani akarok erdőn túl és innen, ne roncsd el a játékom, mert megver az Isten, de ha ő mégsem, majd apám nyolcágú ostora, mert Magyarország nem lesz a másoké soha.